Szervusztok, Rezsnyák Péter, a szaki ellenőr. Az előbb ígértem nektek az előző videóban, hogy lesz egy vasátvételes videó. Már nagyon régóta vártam erre, hogy egy igazi vasátvételt mutassak nektek. Hát ez már majdnem az. Itt egy talpgerenda vasalás zajlik, és hát sajnos szemmel láthatóan vannak olyan hiányosságok, amik hát elég elszomorítóak. Ugye a talpgerendáról azt kell tudni, hogy a lábazati zónában adja az épületnek a stabilitást, ez fogja össze az egész épületet, és itt az az érdekessége, hogy ez kútalapokra van ráhelyezve, ami annyit jelent, hogy az épület sarkainál, illetve a köztes szakaszokban vannak megfelelő számban kutak elhelyezve, és ezeken a kutakon lesz ez a talpgerenda, amit itt láttok, ez a vasszerelés. És itt közelebbről is megmutatom. Itt van még. Ugye azt kell látni, hogy itt van 6 darab nagy keresztmetszetű vas, ezek veszik fel a hajlító nyomatékot, és itt vannak ezek a kengyelek, amik összefogják ezeket a vasbetéteket. Ugye, ami látszik, hogy a kengyelek alul vannak nyitva, ott a túloldalon alul van nyitva, itt is nyitva van a kengyel, ez a kengyelnek a szája, itt van ez a két kis fül, ettől lesz ez tulajdonképpen egy zárt négyzet, és hát itt az a probléma, hogy az összeset alulra tették, ezeket a nyitott kengyeleket. A klasszikus szabályok szerint ezt oda kell tenni, ahol nyomófeszültségek keletkeznek a betonba, és az pedig a gerendának a tetején keletkezik. Persze a támaszoknál van egy kis fordított szituáció is, de itt ezt konzekvensen rosszul rakták fel a kengyeleket. Ahol jól van, az véletlenül van csak. De azt mondom, hogy ettől még tudnánk élni, és emiatt nem biztos, hogy szétszedetném ezt az egész vasalást, mert valaki azt mondaná, hogy én egy szekkánt faszi vagyok, és hülye vagyok ahhoz, hogy bármit megcsináljak, nem tudnám megkötni a vasat. Meg tudom kötni, tudom, milyen fáradtságos munka, és ezért, ha nem muszáj, nem okozok felesleges munkát valakinek. De amit viszont biztos szétszedetnék, az a következő. Itt látszik, hogy ott van egy kútalap, látszanak a függőleges vasak, amik lemennek a kútba. Aztán ott van a másik alap, ott is állnak fölfele a vasak, és a kettő között van egy gerenda szakasz, ami toldással van elkészítve. Egyébként a toldás az nem egy ördögtől való dolog, mert a megfelelő szakmai szabályok megvannak, hogy hogyan kell ezt toldani. Van egy megfelelő átfedési hossz, ami itt nincs. Tehát gyakorlatilag ez itt 40 cm jó, ha van ez az átfedés, viszont egy 20-as vasról beszélünk. Itt közel 1 méteres átfedésnek kellene lennie, majd megnézem a terveket, illetve a szabványokat, hogy mit ír elő, de ez így szemre kevés. És az, hogy kevés, az egy dolog, de mindegyik ezen az egy helyen van. Tehát nem úgy csinálták, hogy ettől másfél méterrel odébb van a következő toldás, és úgymond hajózva, mint ahogy mondjuk a hajópadlót is rakják, hogy a toldások nem egy helyen vannak. Nagyon durva sztori, volt egyszer egy ember, szakálla volt, kender, aki le akarta rakni a saját hajópadlóját, és nem tolta el a toldásokat is. Egy helyen volt az összes toldás, föl is jött neki az egész, saját szememmel láttam. Nem akarok senkit megbántani, nem mondom el, mi volt a szakmája, de hogy nem parkettás volt, az biztos. Ami szögletes, azt gurítják, ami kerek, azt viszik. Hát szóval, na, szóval ilyen volt a szakmája, és így rakta le a parkettát, de ott ugye abból nem lett tragédia, mert újra rakták. Na de itt a vasakat belerakjuk a talpgerendába, és hát ezt már innen nem fogják kiszedni, illetve ezt kifogják, meg kiszedetem, úgyhogy meg lesz az esti házi feladatom leírni ezt a sok-sok hibát. Úgyhogy így nézi meg a szaki ellenőr a vasalást, szerencsére itt most több nincs, úgyhogy még időbe tudunk lépni, és egyébként főhet a fejünk, hogy a másik oldalon elkészült alapban vajon mi van. Hát remélem, hogy azért ennél jobban sikerült nekik megcsinálni, úgyhogy ne feledjétek el, hogy jobb előre gondolkozni, és ha nem sikerült elég előre gondolkozni, akkor még mindig időben bevonni egy megfelelő szakembert, hogy utána nézzen a dolgoknak, mert ha már rosszul épül fel valami, akkor utána nagyon nehéz azt korrigálni. Itt talán még az utolsó pillanatban közbe lépünk és rendbe tesszük a dolgokat. Valószínűleg lesz itt később is videó, és akkor már jobbakat tudok nektek mutatni. További szép napot, Rezsnyák Péter, a szaki ellenőr voltam, és ne feledjétek el, hogy iratkozzatok fel a csatornára, hogy további izgalmas videókat tudjak készíteni. További szép napot nektek, szervusztok!